A Kallós Zoltán Alapítványt Kallós Zoltán hozta létre 92-ben. A célja az intézménynek elsősorban a néphagyomány ápolása, hát megőrzése, ápolása és továbbadása a fiatal generációnak. Természetesen, hogy ez az anyanyelv használata nélkül nem működik. Mivel Válaszút szorványvidéken van, ezért számunkra nagyon fontos az, hogy használjuk a magyar nyelvet, az anyanyelvet. Nagyon sok olyan gyerekünk van, akik vegyes házasságból érkeznek, és nekik meg újra kell tanítani a magyar nyelvet, mert ha csak a nagyszülő beszéli a magyart, akkor már a családban a szülők nem használják a magyar nyelvet. Gyermekeinket olyan helyekről hozzuk, ahol nincs magyar tannyelvű osztály. 25 évig nem volt iskola, magyar iskola a faluba. Ceausescu időben egyik napról a másikra a cigányokat, akik magyar iskolába jártak, hivatalból átírták a román iskolába, hogy gyengítsék a magyar vonalat. Ugyanis református cigányok vannak itt, és nem akármilyen cigányok, mert ezek már a 900-as években is mind dolgoztak. Most is van közülük tanár, egyetemi tanár, orvos, tanító, úgyhogy iskolában is rendesen járnak a helyi cigányok. De most ugyancsak akkor meggyőztek, vagy 3-4 magyar szülőt, hogy ne adják magyar iskolába a gyerekeiket, és akkor megszűnt az iskola magyar oktatás. 25 évig nem volt. Amikor az első szorványtábort itt megszerveztük, akkor feljöttek a faluból a gyerekek, a magyar gyerekek. Az elnökrőnek, Gyöngyinek feltűnt, hogy mennyi magyar gyerek van, és miért nincs magyar iskola. És akkor végigjárták a pappal a falut, és a szülők akarták a magyar iskolát, nem volt helység rá. És akkor az egyháztól megkaptuk a régi kántori lakot, amelyik egy földes, gerendás ház volt, ahhoz mi adtunk az alapítvány deszkát, és 18 apuka jelentkezett, lepadolták, csináltak WC-t, kerítést, az anyukák az ablakokat megtörölték, megtisztították, és akkor 5 gyerek kellett, hogy beinduljon az első osztály. Meg is volt. Az alapítványnak sikerült 99-ben újraindítani a magyar nyelvű oktatást 25 év szünet után. Aztán megindult az ellenreakció, és visszalépett 3. A 2-vel megkezdődött a tanítás, akkor elmentünk a szomszédos falvakba, Ördögkeresztúron volt egy család, ahol 8 gyerek volt, de nem akarták adni, mert szektások voltak. Akkor Fodorházán elmentünk egy másik családhoz, ott a fiatalasszony megismert, mert Vajda Kamarásról jött ide félre, szóval sokat jártam gyűjteni. És ő, neki volt egy nagyobb fiúcskája, aki elvégezte a második osztályt. Azt mondta, nem bánja, ha visszatezik a második osztályba, mert románul tanult addig. És akkor volt egy húga, aki első osztályos kellett legyen, és még egy kisebb húga, óvodás. És akkor mivel oszthatlan volt az osztály, volt egy harmadikos és 3 első osztályos, beindult az iskola. És akkor szaporodott a gyerek, következőben 9, 19, 20, úgyhogy az évek során most már 100-valamennyi gyerekünk van itt. Az a helyzet, hogy minőségi oktatást kell biztosítani, és akkor szívesen adják a szülők ide a gyerekeket. Most már nem kell menni, szervezni, mert híre ment az iskolának, és szívesen jönnek a szülők a gyerekekkel. De van olyan hely, ahol jönnének, de nem veszük fel, mert akkor megszűnik ott a magyar oktatás, például a Visába. Boncidán megszűnt, úgyhogy a boncidaiak minden nap ingáznak, reggel hozzák, és szilencium után viszik haza őket. Úgyhogy az nagy dolog, hogy itt tanulhatnak, mert ha hazamegy, menj ide, menj oda, adja csirkéknek hozzál vizet, menj az üzletbe, úgyhogy itt kénytelenek tanulni. Most épül egy új épület az iskola udvarán, remélem, hogy őszire meg lesz, akkor innen is lemennek a gyerekek oda iskolába, itt csak szilenciumteremnek maradnak meg az osztályok. A kézműves ház az idén épült, fölötte van lakás lehetőség is, 5 szoba van, lent pedig műtermek, szövő
festőterem, agyagozó terem, faragó festőterem, és van egy társalgó. Innen ötödikbe mennek Szamosújvára a Téka Alapítványhoz, és egy része megy Kolozsvára, a református kollégiumba, a Bátoriba, vagy az unitárus kollégiumba, úgyhogy most az idén beindított, jobban mondva, tavaly beindult a 9. osztály, mezőgazdasági szakliceum. Most 17-en vannak 9-esek, de jövőre már van jelentkező 19. Úgyhogy gondolom, hogy ezek megmaradnak itthon, és gazdálkodni fognak, azért jöttek ide. Szóval azt akart szeretnénk mi, hogy ezek a gyerekek maradjanak otthon. Van is olyan gyerek, aki már hazaköltözött, végzett, érettségizett, és juhtenyésztéssel foglalkozik. Mi úgy gondoljuk, hogy itt, Szórványvidéken minden nap meg kell tegyük azt, amit meg kell tenni. Minden nagy dolog apró lépésekből születik. Zoli bácsi 92-ben nem hozta volna létre az alapítványt, akkor ez itt nem létezne. Ha 99-ben megijedünk attól, hogy most csak 3 gyerekünk maradt, és nem lépünk, és tudomásul vesszük, hogy hát ez történt, és tovább megyünk, akkor ez az intézmény itt most nem létezik. Hogyha elhisszük azt, hogy a mezőségnek nincs jövője, akkor nem lesz jövője. Ez csak rajtunk múlik.